Sziasztok! A mai videóban a nemrég megjelent Schubert C5-ös szeretnénk nektek bemutatni. Összehasonlításképpen hoztunk egy C4-est is, és végigmenjünk a két sisakon, hogy mi a különbség, mit látunk. Nemrég jelent meg, pár hete kapható a piacon, így elsődlegesen ilyen Schubertes promóciós reklámok keringtek az interneten, de végre a tegnapi napon megérkezett a sisak, úgyhogy meg tudtuk tapogatni, ki tudtuk próbálni, fel tudtuk próbálni, és összevetjük a C4-jel, hogy milyen különbségeket látunk. Alapvetően a C4-es szerintem nem lett egy olyan jól sikerült sisak, mert ugye a C3 sokkal tovább volt piacon, ugye a C4 az ilyen valahogy úgy betoltak valamit, ugye a C3-mal abba különbözött, hogy ugye ilyen longoval fejre találták ki a formáját, tehát teljesen más alakú héja volt, mint a C3-nak, de így az eladási adatokból, meg a visszajelzésekből úgy néz ki, hogy a C4 annyira nem jött be a vevőknek, és vélhetően ezért ugye a Schubert fejlesztett, és akkor most kidobták így az év végére, ugye a jövő szezon elejére teljes gőzzel ugye a C5-öt. Anyagát tekintve nem változtattak a jól bevált technológián, a külső héj az üvegszálból van. Első ránézésre ugye milyen különbségeket veszünk észre. A plexi alakja rögzítése, tehát a plexi mechanika egy kicsit különbözik, de maga a plexi kiképzése, ugye a nyitófülek, illetve ugye itt a tetején ez a behajló perem, ez nem változott. Illetve szembeötlő az természetesen, hogy a légbeömlő nyílás a fejtetőn is máshogy néz ki, illetve az A részen is kapott egy dupla légbeömlőt a bukósisak. Schuberten eddig nem volt kilépő levegőnyílás, ugye ezt mindig azzal magyarázták, hogy a Schubert a leghalkabb sisak, ugye, és minél több kilógó elem alkatrész, illetve héj forma van a sisakon, az turbulens levegőt kelt, tehát zajt, és ezért nem volt rajta kilépő levegő. A kilépő levegőt a C3 C4-be valahogy úgy oldották meg, hogy itt hátul a nyaknál volt kivezetve az EPS-en belül. A C5 kapott egy klasszikus kilépő levegőnyílást, ugye, amit itt látunk a hátán. Térjünk vissza ugye a beömlő nyílásra, ugye a régi C4-esnél ugye egy ilyen mikrolokkos, ilyen benyomom-kinyomom áll légbeömlő volt, ami hát itt fölül nagyjából ennyit jött be a levegő, úgyhogy nem túl sokat, bár senki nem panaszkodott a Schubert szellőzésére, mégiscsak egy prémium kategóriás cucc, de itt a C5-nél ugye változtattak egy kicsit, kesztyűbe is jobban üzemeltethető, ugye ezt itt ki be lehet kapcsolni, és ugye elég rendes nyílást eredményez, illetve egy ilyen klasszikus leúzható, felcsukható kilépő vagy áll szellőző van rajta, amit kesztyűvel is nagyon egyszerűen tudunk üzemeltetni. A fejtetőn ugye három állású légbeömlőt kapott, ugye van a zárható állás, tehát a bezárt állás, ugye egy ilyen félig nyitott és egy teljesen nyitott. És mint mondottam, volt ugye hátul meg a kilépő levegő, ami ugye a fejtetőn végáramlik és átszellőzteti a sisakot. Természetesen pillok van a sisakba, illetve napszemüveg is van. A napszemüveg mechanikája az hasonló a régihez, ugye itt alul kell üzemeltetni, még talán a gomb is ugyanaz, illetve hát itt majd a közeli képben megpróbáljuk ugye megmutatni, ott van egy icike-picike pöcök a napszemüveg gombjánál, ott lehet beállítani, hogy a orrnál egy kicsit följebb végződjön a végállás, vagy pedig egy kicsit lejjebb. Ami még szembeötlő különbség a C4-hez képest, hogy a C5-öt itt ezzel a pici pöcökkel lehet rögzíteni, tehát míg a régi is homologizálva volt nyitott, illetve zárt állásba, a C5-öt már tudjuk rögzíteni, míg a C4-et nem. Ez is egy olyan funkció, hogy hát vélhetően soha nem fog ez magától lecsukódni, illetve ugye nagyon öreg sisakok hajlamosak voltak így lecsukódni menet közben, de ugye azokat tisztítással, illetve itt a állmechanika rögzítésének karbantartásával ki lehetett küszöbölni. Design elem,
de nekem tetszik. Itt az oldalán ugye megjelenik kis króm felületen a Schubert felirat, úgyhogy azért a tervezők dolgoztak azon is, hogy jól nézzen ki. Illetve, míg a régi sisak ugye ilyen, hát mondjuk meg őszintén, szerintem nem a legszebb sisak az alakja, jónak jó természetesen, de talán nem a legszebb. Ugye itt hátul ilyen golyó kialakítása volt a sisaknak. Ugye a C5-ösbe már tettek ide egy ilyen kis ívet, ami ugye vélhetően légterelő, vagy esetleg ugye itt ilyen nyakpántra, nyakmerevítőre felülő funkciót kapott. A C3, C4-nek, a C3-nak ugye a kommunikációs rendszere az egy kicsit ilyen bolond volt, mert ugye vagy itt a párnán tudtuk nyomogatni, vagy ugye nyakgalléros kommunikációt kellett belevenni. Ugye a C4 próba, ezt már egyszerre megoldották, mert ugye hangszóró, tehát mikrofon meg fülhallgató, füles hangszóró be van építve, meg antenna is, tehát csak az aljába ugye be kellett dugni az akut, illetve az egységet, és működött, és kész. C5-nél ugye itt hátul van egy ablak, ugye oda jön a kommunikációs egység, meg az akkumulátor, ugye itt az oldalán fogjuk nyomogatni, ugye ilyen klasszikus helyen, illetve itt majd a közelébe megmutatjuk, van egy kis gumi bizbasz, és a kis gumi bizbasz alatt van a mikrofonnak a csatlakozója, oda kell bedugni a mikrofon csatlakozóját. Úgyhogy ezen is egy picit változtattak vélhetően pozitív irányba a napi használat tekintetébe. Az A rész alján itt találunk még ilyen kis levegőterelő valamiket, ugye feltételezhetően ugye szélcsatornában tesztelték ezt a nem olcsó felső kategóriás sisakot, tehát biztos sok hasznos funkcióval látták el. Nézzünk bele egy kicsit a sisakba, a béléseket, hogy mi változott. A C4-ben a bélés az hát egy ilyen nagyon szép, mű, plüssös, puha, tényleg puha, jó bélés volt benne, de gondoljunk bele ugye, hogy jó nyáron esetleg, vagy aki mondjuk egy kicsit kimerészkedik terepre, ugye jellemzően a GS BMW-sek szokták venni a Schubertet, kicsit beleid az ember, kicsit belemegy a por, mosni lehet, de hát ez aránylag elég hamar csúnya lesz, vagy elhal ez a bélésanyag. C5-be saját véleményem szerint ugye egy kicsit jobbra sikerült ezt a bélésanyagot csinálniuk, más anyag is, illetve nem olyan kényesnek tűnik, tehát biztos, hogy tartósabb. Illetve ha belenézünk ugye a sisak belsejébe, akkor a fejtető részen ez a klasszikus 3D-s szövet béléssel van ellátva, úgyhogy még jobban átszellőzik a fejtető, és elvezeti az izzadságot ugye a szellőző csatornákba. Negatívumok. Személy szerint az én fejformámra a Schubert jó, tehát tökéletesen illeszkedik, körülöleli. Nekem egy problémám van vele, hogy akár a C3, a C4, illetve a C5 is, itt alul az állam hozzáér az aljához. Tehát magyarul ilyen szinten nekem kicsi a sisak. Persze valakinek hosszú a feje, valakinek széles, meg mindenféle alakú fej van, de ebben nem változtattak, és ez egy L-es és elvileg M-es az én fejem. Úgyhogy nekem ez egy picit így lapos, illetve általában az állam is bele szokott érni előre, tehát kényelmetlen. Másik negatívum, amit észrevettünk, vagy ez ilyen dizájnelem, vagy nem tudom, hogy is mondjam. Ugye persze a bélés kivehető, mosható, stb., tehát minden ilyen szokásos. Hát úgy egy ilyen, így van eldolgozva a nyak gallér része, majd mindjárt megmutatjuk közelről. Hát ugye elég furcsa, egy lógnak ki a cérnák, az egy dolog, előbb-utóbb akár le is fog tudni bomlani, kettő, hogy rosszabb esetben még zavarhatja is, ugye itt ez ide hátra esik a nyak oldalsó részére. Érdekes módon a C4-be ez így nem, ez úgy szépen el van varva ez az anyag, tehát teljesen korrekt.
A C4-ben az árszerkezet ugye az fém, illetve ha itt belenézünk, akkor az áll résznek a mechanikája is fém. Ezt itt megpróbáltuk megnézni közelről zseblámpával, látszólag szemre műanyag az árszerkezet kívülről, tehát itt az ár részen is egy ilyen műanyag pöcök kapcsolódik be, illetve amennyire itt bele lehet látni szétszedés nélkül, az is műanyag. Tömeg tekintetében 50 grammal kisebb ez, mint ez, ugyanarról a méretről beszélünk, tehát Schubert sose volt egy könnyű sisak, ez 1640, az 1690 van ráírva, úgyhogy nem tudom, hol spórolták el ezt, valószínűleg nem ezen a műanyag részen, de lényegében a tömeg adat sem változott. Úgyhogy kipróbálni nem tudtuk, esik a hó, úgyhogy ezt most kihagyjuk, de legközelebb, amikor lesz rá lehetőségünk, akkor fogunk egy ilyen zajmérős sztorit is megnézni, hogy mit tud az új Schubert, esetleg összehasonlítva a régivel, ugye a híresen a leghalkabb sisaknak mondott sisakról van szó. Kínálatunkban jelenleg csak alapszínű fehér meg fekete C5-ösök kaphatóak. Nagyjából jövő év elején a első, második, harmadik héttől jönnek a színesek, úgymond. Klasszikusan ugye a Schubert a Tour Endurosok számára gyártja a C-szériát, tehát azért ilyen nagyon vad színekkel ne ábrándozzon a kedves vevő. Ez a klasszikusan visszafogott alapszínek, szürke, sárgás, piros, és így tovább lesznek a kínálatban. Köszönjük, ha megnézted ezt a gyors, nem tudom, hogy rövid, de gyors videót. Lájkold, ha tetszett ez a videónk. Kérlek, iratkozz fel a csatornánkra, mert minden héten friss tartalommal jelentkezünk, és ha feliratkoztál, akkor pittyog a telefon, és nem kell keresgetned. Mindig megtudod, hogy mi az újdonság. Sziasztok!